Nem évek, hanem évtizedek óta áll mozdulatlanul ez a valaha fehér autó Nyíregyházán a Népkert utcában. A gépjármű, mint azt a közterület felügyelet már feltárta, egy már korábban felszámolt cég tulajdonában van. Elszállítása ezért, valamint azért problémás, mert szerepel rajta rendszám. Vélhetően így még jó ideig foglalja majd a roncsautó a parkoló helyet. A közterület felügyelet kétféleképpen járhat el ilyen esetben. A kulcs az, hogy van-e rendszám a gépjárművön. Amelyiken nincs hatósági jelzés, ugye ez viszonylag egyszerűbb, mert a felügyelő ilyenkor egy jegyzőkönyvet hagy a gépkocsin, amin ugye le van írva, hogy mit kell tenni az üzemben tartónak, 10 napjon arra, hogy elműtőnál elvigye, forgalomba helyezze, vagy kérjen el a közterületi szerződést. Ha ez nem történik, mert akkor mi ezt a kocsit elszállítjuk, kivisszük egy általunk üzemeltetett telephelyre, ott tároljuk 6 hónapon keresztül, amennyiben nem váltják ki a gépkocsit, utána pedig elbontásra kerül majd ez a kocsi, de annak a díját, ameddig ezt tároljuk és amelyet elszállítottuk, később fogjuk követelni a üzemben tartó. Tehát egy üzemeltartónak, amikor járművet elviszük, 6 hónapja van arra, hogy a kocsiját kiváltsa a megfelelő díj ellenében. 1200 forint per nap a tárolási költség és 10-1100 forint szállítási költség, amit ki kell fizetnie mindenképpen. A másik esetőség, ha van rendszám az autón, de lejárt a műszaki, vagy olyan állapotban van, hogy nem tud részt venni a közlekedésben. Ilyenkor az eljárás kezdeményezésén túl nincs nagy mozgástere a közterület felügyeletnek. Ilyenkor a helyi rendelet szerint alapján járunk el a gépkocsival. Első körben ezeket mindig felszoktuk szólítani arra, hogy a járművet vagy helyezze forgalomba, kérje el a közterületi szerződést, vagy vigye el a közterületről a kocsiját. Ha ez nem teszi meg, akkor a felügyelő találkozik helyszínen üzembetartóval, akkor helyszínen bírságot szabhat ki vele szemben, vagy feljelentheti. Ha pedig nincs ott senki a helyszínen, akkor járművezetővel, üzembetartóval szemben eljárást fogunk kezdeményezni, és ilyenkor majd a jegyző nevében eljáró illetékes osztály fog vele szemben alkalmazni szankciót, ami sok pénz is lehet persze. Egészen pontosan magánszemét akár 200 ezer forintra, céget pedig akár 2 millió forintra is büntethetnek, de 50 ezer forintig helyszíni bírságot is alkalmazhat a közterület felügyelő. Idén egyébként már 9 elhagyatott roncsautót szállított el a közterület felügyelet Nyíregyháza területén.